2002-ben alapították ezt a ma már Máté Szalkán működő családi vállalkozást. A cég eleinte különböző nyomtatványok gyártásával foglalkozott, majd feldolgozásba és csomagolóanyagok gyártásába kezdett. A vállalat nem csak profilt váltott az elmúlt 20 évben, hanem családon belül tulajdonosváltás is történt. A Vármegyei Iparkamara szakmai rendezvényén a vállalkozás jó gyakorlatának bemutatásával segítette a térségben működő generációváltásban gondolkodó cégeket. Nagyon fontos, hogy ne várják meg az utolsó pillanatot, amikor már kényszerhelyzet van, hanem kicsit tudatosan kell erre az egészre gondolni, tudatosan, és egy folyamatnak kell, hogy legyen. Tehát egyik pillanatról a másikra nem fog menni, mert ha ezt nem tudatosan készülünk fel rá, akkor nagy meglepetés fog érni bennünket, és azt, amit nagy nehéz munkával létrehoztunk, az valószínűleg az enyészetté fog válni. Tehát legyen mindenki okos, legyen előrelátó, és családból gondolkodjon. Szakemberek szerint 100 családi vállalkozásból mindössze 30 éli túl az első generációváltást. A második generációváltás sikeressége 100 cégből 10-nek sikerül, míg a harmadik generáción átesett vállalkozások esetében mindössze 5% a túlélés esélye. A szakmai rendezvényen a jó gyakorlat bemutatása mellett több témában is tájékoztatták az érdeklődő vállalkozókat. A felmerülő problémák, a lehetséges megoldások áttekintése, a jó gyakorlatok megosztása, ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeresen átvészelje ezt az időszakot. A mai témánk főbb területei, tehát a témán belül is különösen kiemelt a generációváltás segítő pályázati lehetőségek, pénzügyi megoldások, bizalmi vagyonkezelés. A rendezvény része a Vármegyei Iparkamara térségfejlesztési projektjének. A programsorozat célja, hogy a vármegyeszékhelyen működő cégeken kívül a távolabbi településeken élő vállalkozók is tájékoztatást kaphassanak a cégeket érintő aktuális témákban.